Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, a cégedben van egy tulajdonostárs, akiről nem is tudsz, viszont leggyakrabban őt veled át. Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyvet, enyém az Ingatlanos Álmok Klub. Hát ez nem más, mint az állam, ugye, hogy az elején lelőjem a poént, mert csinálsz bármilyen céget bárkivel, ugye én is azt mondom, hogy csak ketten vagyunk, és milyen faszom, annyi egyelőre ne osszuk a pénzt, és aj, milyen szuper, ez így is volt, megvan. Viszont van egy tulajdonostárs, aki ugyanúgy tartja a markát, még sokkal keményebben, mint esetleg a tulajdonostárs, mert lehet, hogy ő türelmesebb, vagy a befektető társak türelmesebb, hát az állam az nem ez a társ. Viszont én azt mondom, hogy ha céget csinálsz, vagy vállalkozást csinálsz, teljesen mindegy, akkor igenis számolj ezzel a plusz tulajdonostárssal, hogy őt igenis ki kell fizetni. Ugye leggyakrabban őt akarja átverni az ember, vagy sikerül, vagy nem. Hosszú távon egyébként nem tudod. Rövid távon át lehet egyébként néha verni nyilván. El kell döntened, hogy mi a cél, viszont hosszabb távon én azt mondom neked, hogy igenis számolni kell ezzel a tulajdonostárssal. És ezért nagyon fontos, hogy amikor van egy cégtársad, és mondjuk, hogy a cég, hát a saját cégedet ne lopjad meg, ha mondhatok ilyen csúnya szót, ez azért fontos, mert ha mindig megszokod azt, hogy te kiveszed a pénzt, és nagyobb lábon élsz, mint amennyit esetleg megengedhetnél magadnak a számok alapján, akkor vagy csődbe mész egy idő múlva, vagy pedig ez a társ fog rád ugrani, hogy ő kérje a részét, és mi az, hogy te nem fizetsz, és aztán lezárul a végén mindennek hasonlók. Jó? Úgyhogy ezek, én azt mondom, hogy a mostani világban egyre komolyabban kell számolni bele. Ugye van egy ismerősöm, nemrég jött haza Amerikából, mondta, hogy sokkal durvábban mennek a dolgok ilyen, ezen a szinten, mint Magyarországon. Tehát itt, amíg van lehetőséged, most már sok mondjuk nincsen, hogy esetleg ügyeskedjél, ott gyakorlatilag semmit nem hagy. Jó? Úgyhogy a legjobb az, amikor az első perctől fogva számolsz azzal, hogy bárkivel csinálsz céget, akkor igenis van egy tulajdonostárs, ő tartani fogja a markát, és nem szabad a céget teljes mértékben kiüríteni, mert nem fogsz tudni, miből fizetni. Nagyon sok olyan ismerősöm van egyébként, hát akik ma azóta csődbe mentek és alkalmazottként dolgoznak, hogy ők ezt figyelmen kívül hagyták, hogy ők mindig semmi pénzt nem hagytak a cégbe, sohasem mindent kiürítettek. Ráadásul nem is olyan dologra költötték, amivel mondjuk előre ment volna a vállalkozásuk, tehát hogy esetleg még több pénz jöhetett volna be belőle, hanem egyszerűen hát kocsikra, meg nem tudom, tehát finoman szóval is magáncélra költötték. Nekem ez olyan őrült nagy problémám, tehát nincs ilyen problémám, de viszont igenis el kell gondolkodni rajta, hogy ezt most már, tehát mondjuk, hogy a mai kiélezett versenyhelyzetben ezt szerintem nem teheti meg senki, hogy csak magára elkölt mindent, és a céggel majd történik, majd lesz, ami lesz, nem számít, mert bármi történik, egy nem fizető ügyfél, ugye megéltem én is ezt, és appal persze olyan rövid idő a csődbe mentünk, hogy öröm volt nézni, semmi pénzünk nem volt. És ugye akik például tartoztak nekünk, ők meg dőzsi-bőzsi volt, és csak egyik kocsit vették a másik után, tehát sajnos Magyarország az ilyen. Jó, tehát hogyha valaki nem akar fizetni, akkor az neked nem fog az életedbe, se az biztos. Hát lásd az építőipart egyébként. És ilyenkor igenis rá kell tartani, legalábbis azért is kell rá tartani, és érdemes rá tartani, mert te is azt mondod, hogy nekem sem fizettek, én sem fizetek, egy dolog, de utána mit csinálsz? Tehát mi viszont mínuszban voltunk, mert viszont mindenkit kifizettünk, tehát mi relatíve gyorsan átcsúsztunk mínuszba, de viszont ha te azt mondod, hogy legalább egy újrakezdési tőkéd, én azt mondom, hogy az a minimum, hogy legyen egy fél éves újrakezdési tőke, úgyhogy ne lopjad meg a céged, ne raboljad le teljes mértékben, mert ebbe zuhannak be a legtöbben, és itt mennek csődbe a legtöbben. Jó? Nem olyan bonyolult, én azt mondom, hogy erre figyelj oda egy picit, és akkor szerintem ez simán kivitelezhető. Jó? Köszönöm, hogy megnéztél. Szia!